Először is szeretném megköszönni Totónak mind a tanulmányt, mint azt, hogy meghívott ide, és önöknek meg szeretném megköszönni ezt a mindannyiunk nevében azt a bizalmat, hogy ilyen késői időpontban itt ülnek, és azt gondolják, hogy valamit fognak tőlünk tanulni. Nagyon jó tanulmány a Totóé, egészen kiváló nemzetközi szintű minőségű tanulmány, úgyhogy gratulálok. Amit ez a tanulmány csinál, alapvetően az az, hogy fölmutat egy helyzetet nemzetközi összehasonlításban. A nemzetközi összehasonlításnak van egy nyugat-európai része és egy volt szocialista országokra vonatkozó része. Én azt hiszem, hogy egy külön előadást megérne a Totó részéről, hogy az összehasonlításra helyezve a hangsúlyt beszéljen a tanulmányról. Én ezt most nem teszem meg helyette, de csak azt akarom mondani, hogy ez egy tényleg nagyon-nagyon gazdag anyag, és igazából ez nagyon fontos, mert ugye, tehát a tanulmány az elmondja, hogy látja az adatok alapján a magyar társadalmat, és akkor utána jön az a nagyon nehéz kérdés, amivel az előző panel résztvevői is birkóztak, és a Dietmar is elkezdte, hogy mi ennek az egész magyar mizériának az oka. Egyébként, mivel kultúráról beszélünk, és a Dietmar már felfedte, hogy egy csoportba jártunk az egyetemen, volt 5 NDK-s kolléga, a nemzetközi, nem nemzetközi, a makrogazdaság, fene tudja már, hogy hívták, nemzetgazdaság, vagy népgazdaság, tervezőállomzat. Szakon. És akkor elmesélek egy történetet Mayer Dietmar professzor úrról. Megkérdeztem tőle az egyik alkalommal, ami illusztrálni fogja a kultúra fontosságát, megkérdeztem egyik alkalommal, és azt hiszem te voltál, de javíts ki, hogyha valamelyik másik NDK-s kollega volt, hogy Dietmar, mennyi időbe kerül, amíg Török Bálintról beérsz az egyetemre? Olyan jelenken él az emlékezetemben ez a történet, hogy tényleg a részletekre is emlékszem, de lehet, hogy nem ő volt, hanem valamelyik másik. Körülbelül mennyi időbe kerül, amíg beérsz az egyetemre? És akkor azt gondoltam, hogy fogja mondani, hogy fél óra, óra vagy valami. A válasz az volt, hogy száraz időben 43 perc, esőben 47. Egy biciklivel jött, igen, ezt még elfelejtettem hozzá. Úgyhogy a kultúra jelentősége. Tehát még egyszer, a tanulmány alapvetően leír egy jelenséget. Nagyon nehéz megválaszolni, hogy mi ennek az egész magyar relatív lecsúszásnak az oka. Én ezt egy ügyben korábban megéltem, futballozok, és szerettem, most is szeretem a futballt, de a magyar focit már nem tudom megnézni, és az volt az életem élmény a magyar futballal kapcsolatban, hogy minden évben tud egy kicsit rosszabb lenni. Hát én nagyon remélem, hogy az a téma, amivel itt foglalkozunk, az mégsem ilyen lesz, bár az előző panel hozzászólásai azok nagyon pessimisták voltak. Ami szerintem nagyon fontos, amit a Jaksis Gyuri mondott, és egy kicsit benne van a tanulmányban is, ez a kádári rendszerből való átmenet. A kádári rendszer és az abból való átmenet. Nem fogok erről sokat beszélni, mert nincs sok idő rá, de ez tényleg nagyon fontos. Ő említette egy elemét, ezt nevezték annak idején gulyás szocializmusnak is, frigider szocializmusnak is. Szóval ez a fajta kombinációja az enyhe repressziónak és a viszonylagos fogyasztói jólétnek, ez egy olyan jellemzője volt a Kádár rendszernek, ami tényleg nem létezett a többi országban, és ebből valóban átmentünk egy ilyen nagyon lassú átmenettel a kapitalizmusba, ami egyébként, ami az üzleti szférát illeti, azt hiszem, hogy valószínűleg a Lacinak erről sokkal több mondani valója van, élesebb élményei. Én azt hiszem, hogy a magyar üzleti szféra résztvevői azok semmivel nem rosszabbak, mint a lengyel, a román, a szlovák üzleti szféra résztvevői. Itt tényleg a kulcs az valahol
az állami újraelosztás és az államnak a szerepvállalásának mind a mennyisége, mind a minősége, és ami erre tényleg rájön, az a fajta politikusi populizmus, ami Magyarországon sokkal erőteljesebb, mint a többi szocialista országban. És megint egy jelenséget fogalmazok meg, és megint nagyon nehéz azzal megbirkózni, hogy milyennek az oka. De valahol azt hiszem, ez az a dolog, ahol meg kell ragadnunk, és valahol a társadalomnak kell rákényszeríteni a politikára azt a változást, ami ugye szintén a Gyuri mondta, hogy a társadalomnak olyan elitje van, ami ilyet megérdemel. Ha a társadalom változik, akkor valószínűleg az elitet is rá tudja kényszeríteni erre a változásra. Persze egy hosszú változás, és azért valamennyire mégiscsak bízom abban, hogy ez a túlságosan erőteljes állami szerepvállalás valamilyen mértékben mégiscsak vissza fog szorulni korábban. Itt nálam sokan nagyságrendekkel jobban értenek a magyar gazdaságpolitikához. De mégis az a szándék, hogy ezt az adóreformot meglépjék, nem fogok hozzászólni, hogy ez mennyire reális a jellegi költségvetési helyzetben, vagy nem. De mégis a szándék jelez valamelyet, hogy az állami szerepvállás az mégiscsak visszaszoruljon. Egyébként elhangzott egy javaslat egy könyvről, én is hadd mondjak egyet. Azoknak, akiket Gyuri hozzászólás alapján a dolog történelmi gyökerei érdekelnek, Fejtő Ferencnek, ugye a francia nevén François Fejtő, van egy nagyon kiváló kétkötetes könyve, a The History of People's Democracies, nem tudom, hogy megjelent-e magyarul, de egy egész kiváló könyve arról, hogy a sztálin időszak után hogyan fejlődtek és miért ezek az országok. Egy dolgot megkérdeznék. Ugye az nagyon meglepő volt a kutatás eredményei között, hogy a magyar társadalom az zárt. Zártabb, mint a többi volt szocialista ország társadalma. Ugye nekem a fiatalkori élményem az a 80-as évek, amikor a magyar társadalom volt nyitottabb, az elit volt érdeklődőbb a többi, akkor szocialista ország bajai iránt, kereste a kapcsolatokat. Kifejezetten a magyar elitnek az a része, amelyikkel én kapcsolatban voltam, sokkal nyitottabb volt, mint a többi szocialista ország. És ez megváltozott, úgy tűnik a kutatás alapján, és ez egy érdekes kérdés. Van egy olyan kérdésem, talán Bornirtnak is hangzik, de a magyar nyelvnek a relatív izoláltságában van ebben szerepe. És ha van egy totó, mintha pozitív emóciókat fejezne ki, akkor viszont az hihetetlenül fontos, hogy a nyelvtanulásra sokkal nagyobb hangsúlyt fektessenek, és ezt többek között lehet úgy oktatáspolitikát, tehát ez nem kell az, hogy a társadalom megszavazza, tehát ezt lehet oktatáspolitikában érvényesíteni. És akkor volna egy kérdésem, az pedig az előadásból azt is, ha jól értem, azt is mondtad, Totó, hogy Magyarországon a percepció az magasabb korrupciós helyzetet mutat, mint a környező országokban. De hát a Transparency International-nak a korrupciós index az is egy percepciós index, és ebben Magyarország nem csúcson van, hanem ennél sokkal jobb helyzetben van. Szóval, hogy magyarázom. Hogy ennyi lett volna. Köszönöm szépen.